Szeretettel üldözök mindenkit. Megmondom őszintén, hogy engem nagyon szíven ütött és nagyon meghatott, amikor megtudtam, hogy az Óbudai Kulturális Központ 40 éves. Ez rám mindig nagyon komoly hatással van. Főleg a kerek évszámok azok, amelyek érzékenyen hatnak a lelkemre. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy méltó módon ünnepelném meg ezt az én magam módján. Nemes Nagy Ágnes Nyári Rajz című művéből gondoltam egy ide vonatkozó részt idézni. Ez egy nagyon szép vers, és szerencsére van egy aktuális része, ami pont ide illik. Ez itt a ház. Ez volt az a részlet. Most pedig néhány jelentéktelennek tűnő kis emléket idéznék fel a házzal kapcsolatosan. Sokszor mentem azon a kapun be, és sokszor jöttem ki. És hogy nyomatékosítsam ezt az emléket, mindez gyalog történt. Ez azért fontos, mert az ember csak olyan dolgokra emlékszik vissza ilyen részletességgel, amelyek fontosak voltak számára. Tehát határozottan emlékszem, hogy gyalog mentem ki be. És a legszebb emlékeim, amiből kettő is van, azt is elmondanám, a Lárpullár Társulat 2015. novemberében fog itt fellépni, 16. színházi estjével. Hát erről nem tudok mesélni, mert ez nagyon a levegőben van még, tehát például a címét se tudom, meg egyáltalán egy sort nem írtunk ebből, viszont szerintünk jó lesz. És 2016 tavaszán viszont én fogok fellépni, úgyhogy ez a legeslegszebb két emlékem a házzal kapcsolatosan. Amit viszont ne felejtsen el senki, és felhívnám a figyelmet rá, hogy éljen az Óbudai Kulturális Központ. Csá!